Mire számítasz a jó formában lévő Zalaegerszegen? Olyan csapatokat győztek le, amikor mindenképpen a nagy érdem a Zalaegerszeg számára. Tehát hazai pályán vagyunk, és szerintem egy jó szerkezetből állunk. Álló csapatot képezünk. Szerintem itthon mindenképpen győzedelmeskednünk kellene a Zalaegerszeg ellen. Hozzáteszem, tényleg nagyon nehéz mérkőzésre számítok. Melyek azok a kulcspontok, vagy a meccsnek az aspektusai, ahol talán a Dac felülkerekedhet, ahol lehet megfogni az epét? Szerintem támadásban mindenképpen a járatunk kell a labdát, tehát csapatként kialakított helyzeteket kell, kialakított dobásokat kell elvállalnunk, tehát ez lehet a kulcs, illetve gyorsindítások is nagyon fontosak lesznek, illetve védekezésben pedig az ő gyorsindításokat kell megállítani, mert azokban nagyon hatékonyak az elmúlt időszakban. Pusztítja a meccsnek, hogy a hazai rendezésű 8 magyar pokadányozó döntőbe is lehet kvalifikálni. Mit jelent ez a csapatnak? Részben motiváció, részben pedig talán egy picit teher. Azt mondom, hogy mindenképpen motiváció, mert ezzel a csapattal, ezzel az állománnyal a kupa minimális elvárásnak kell, hogy legyen. És sajnálom, hogy eddig, tehát ez idáig nem sikerült bebiztosítani a szereplésünket, de most mindenképpen azon leszünk, hogy ne legyen kérdés, ott a helyünk a kupában, és úgy fogunk kijönni szombaton a pályára, hogy ez nem legyen kérdés. Van benne egy hány érzet így a 2019-es év kapcsán, vagy nagyjából ott tart a Dac, ahol kell tartania? Sok hiány érzetem nincs, nyilván azért vannak bosszantó dolgok. A tavalyi év vége is, meg ugye közben is lehetett volna szebb is. Nyilván az jó, hogy előrébb léptünk. Most is azt érzem, hogy jó úton járunk. Nem úgy kezdtük ezt a bajnokságot, ahogy az elvárható lett volna, de szerintem rendezni fogjuk a sorainkat, és fogunk tudni előrébb lépni szépen a sorjában.